Sziasztok. János. Sziasztok srácok, ez itt a János, GFF csináljál valamit. Nem látok lófaszt se. Van itt egy ajtó. Beköszöntöm. Sziasztok srácok, ez itt a GFF Team. Szevasztok. Újra itt vagyunk újra a Rustban, és kurva sötét van. Kisebb technikai problémák léptek fel, ugyanis fogalmam nincs, hogy hol vagyok. Várj, alkotók. Találtál fákját? Kraftoltam! Ó, de jó. Na, látlak is. És már fölösleges is a fákja. Már megérte lekraftolni, bazd meg. Oda... Akkor add ide, ha ma gyorsan. Oda nem tudtam lenézni, bazd meg. Én azt hittem, egy szinten lejjebb vagyok. Mögötted. Nem, mert ugye megbeszéltük, hogy azért fönt legyünk. Alvásba. Na, szóval történt... Az tök jó, hogy az ajtó itt nyitva maradt. Ezt én hagytam most itt valamit, sírsz. Történt egy-két változás. János nem volt tétlen, sem Tamás úr. Ugyanis látjátok... Szokás szerint. Látjátok ezt? Mi ez? Ez egy kibekúrt AK. Elkaptam egy airdroppot. Azt mondja, hogy nyissuk csak meg. Van itt egy egyedi SMG kisgép fegyver, meg kettő félautomata puska és némi lőszer, és eszkábált robbanó töltet, 8 darab. Mondjuk ebből magamhoz is veszek egy darabot, bármikor jól jöhet. Kedves János, én addig itt a Kitty nagykemencét elkezdem hasznosítani. Ja, ott megtaláltad, amiket hoztam így live előtt gyorsba. Mint például? Vasat. Ja, nem, csak egyelőre kimentem körbenézni. Ja, oké. De akkor most azért megyek, berakom. Rábasztál már viszem. Akkor rohadt már ketté. Na itt az olvasztó, látjátok? Közben lepakoltam egy ilyet is, hát... Annyit mondok, hogy van 1500... Milyen olvasztó, te hülye, ez kőolajfinomító. A kőolajfinomító, meg ott az olvasztó kemence. Letettem egy ilyen kőolajfinomítót, és hadd ne mondjam, 1500 alacsony minőségű üzemanyagunk van. Ez nem rossz, abban rengeteg fákját tudunk csinálni. Ez jó, fákját. Arra szeretném elpocsékolni. Ja nem. Minden vágyam. Azt mondjuk bedobom. Egyébként itt a környéken most nagyon veretősben van egy maci, úgyhogy lehet, hogy vele lesz az első PvP-nk. Dehogy is, azt én mindjárt lenyilazom. Nincs egy íjunk se. Akkor csinálom. Mi kell hozzá? Kötél meg fa. Adjál. Nem, 50 szövet kell hozzá meg fa. Nem jössz be. Nem is volt szándékomban. Kéne hozzá 50 szövet, hova? Hát kérdezz meg a játék készítőit. Találtam kalapásot, meg annyi fákját, mint a szar. Igen, ezt mondtam, hogy van egy kisládányi fákja. Minek van nekünk elrakva egy rakás kukoricamag? Hogy legyen kert. Meg egy halom tökmag. Bocsánat, csak egy fél tucat tök. Mondtam, hogy legyen kert. Arról volt szó, hogy... De mondjuk azt lehet, hogy most kimegyek, azt elültetem. Hát igen, erről volt szó. Nagy ültetésekbe leszünk. Is. Is. Na, ránézek a csetre. Azt én figyelem, ne aggódj. De ronda vagy és dagadt, azt majd én figyelem. Ide belül ültetem, jó? Itt rögtön a kőolajfinomító mellé, hogy olyan friss és üdv legyen, azért tök, jó? Tökéletes. Benne sötét van. Szokás szerint. Erről is te tehetsz. Finomítóban épp a golokat. Mi
mi találták kiégetetlen olajat? Mindent megcsináltad? Azt hiszem. Hogy szakadnál meg, pedig azt megnéztem volna, hogyan működik. Hát csak bedobsz fát meg olajat, az csőszén nem is keletkezik. Megfogom az AK-t, kimegyek és szétlövöm a fejedet. Az kevés vagy. Tudnánk ilyet csinálni, egyébként van szövetünk. Hát de nem sok. Hány 80? Az első kenderfát úgyis csak ezért megmetszem. Itt egy így, te hülye, miről beszélsz? Jó van már. Nem tudom én, hogy ronda vagy és dagadt, ennyi. Már csak veszőt kéne csinálni ahhoz, nem is tudom mi kell. Kő meg fa. Jó, azt csinálok hozzá, jó? Persze. Megköszöntem csetre. Látom. Ó, 9-en vagyunk, üdvözlök mindenkit. Nekem 4-et ír. Nekem 9-et látod, én nem vagyok olyan ronda, mint te. Nem, ez a francba. Csak ugye jó érzés véget. Vasi, the hero. Szevasz. Szevasz, Attila. Szevasz, szevasz. A lábad újra köze üszkösödjön meg. Alsó hangon. Jaj. Na, mi legyen akkor először? Hát azt a macit én mindjárt megpróbálom szétlőni, ami itt van a környéken. Az kifutok rá az AK-val. Megöllek akkor. Esküszöm, akkor beléd ereztek egy tárat. Az mivel? Engem nem érdekel, megoldom. Mennyire van két sötét? Hajnalodik. Kiugrom az ágy. A barátom már vár rám. Azt a rohadt üzet. Kapcsold le. Aha, én a helyetbe visszajöttem. Gyere csak! Meg tetszik ez a hang. Gyere csak! Gyere be! Figyelj! 20 veszély van és még 2 készül. Baszd, heli! Menjünk be, heli! Hát ő meg szétlaplak, érted? Jobb vagyok, mint a Jean-Claude Van Damme. A heli miatt le kell tenni az íjat is, ám. Azt is! Persze. Hát akkor faszom, akkor bemegyek a házba. Még a géremet is ledobálom. Miért? A tuti, ami tuti. Múltkor sem támadott meg a gér miatt. Köszi. Na nem én feljutottam, nem? Köhet végül is. Hogy rohadnál meg, hogy milyen hülyén építetted meg itt a feljárókat. Most hova mész? Föl az emeletre. A legfelsőre. Ha, kinézek. Tudni akarom, hol a helikopáter. De amennyire hallom, jó irányba nézek, de rohadt messze. Aha, látom. Látom, meg. Hát az kurva messze van, ember. Igen. Hát az... Majd erre is kanyarodik, ne aggódja. Az erre nem jön. Mi van? Mennyi mindent ültettél? Látom a macit. Medbe. Maci. Lelövöm minden. Nem, az hülye vagyok, az ló, bocsánat. Nincs medve. Vizénál volt. Nincs pénz, nincs nyilvessző. Nincs pénz, nincs bicikli, ennyi. Ennyi, hát megmondtam neked. Mennyi esélyt látsz rá, hogy innen ne találjam a lovat? Hát ahogy téged ismerlek, semmi. Kap be. De amúgy. Volna rá lehetőség? Hattan vagyunk, sziasztok srácok. Mondjuk szomiszó kéne valami kaja.
közben baj, leugrok, akkor szerintem beledöglök. Hát de tettem be hozzád húst, nem? Nem. Nem tettem be húst a testet. Hajjá! Nem jött be. Gratulálok, remélem lehalsz. Nem. Mit csapkodsz? Kőolajat. Ja. Megpróbálom leszedni a lovat. Francba kell még fa. De a ló az csirkehúst ad. Ez engem nem érdekel. De ló. Low, I'm a fucking archer. Low kötő. Szevasz, Birkir. Megvan. Most látom, ide érti előbb. Figyelj is, és utána meg, érted? Szevasz, Birkiller. Elszökött a ló. Üdös picsába. És nagy tapsot kérünk, Szecsinek! Pofát befogad. Mi volt ez a nagy kaktusz, amit te úgy le tudtál farmolni? Ez melyik? Nem mondom el. Hát akkor halljál, éjjel kész. Hol érdekel engem? Valók ilyen van nála hús. Akkor szard össze magad. Megvolt. Köszönjük. Nincs mit. Igen, igen, egész jól haladunk, Berkiller. Igyekszünk, legalábbis. Hát múltkor azért buktuk be azt a bázist, amiből indult volna az egész streamelős dolog, ugyanis én vártam Szecsirés, mivel nem volt meg a fejlesztés, ezért lejöttek. Jó, mondjuk ott azért elég jól sikerült beleállunk az emberekbe, és folyamatosan ránk jöttek. Magyarok ez voltak, igaz. Magyarok voltak, magyar szerú. És hát... Persze is, te hülye gyereket megfogtad, és ahogy neked járt gitározni, neked azonnal fejbe lőtted. De ők rédeltek ki, mert láttam, hogy ő nyírt ki előzőleg egy... De legalább gitározott neked, bassz meg! Ja, na, gitározzál befelé az íjad, ami ide jön a heli, aztán engem is agyon lő miatt. Megérdemelnéd. Na, te is. Na. Mit szóltok a toronyhoz? És lelövöm a helit a ezébe a veszővel. Hát gondolom, talán el sem tudod hitelni vele. Majd megmutatom kicsit távolabbról a bázist, illetve hogy milyen messzire lehet ellátni. Csak még itt égetgetek. Mindegy, itt hagyom. De valakinek dolgoznia is kéne. Na jó van, nézzünk be a ládákba is akkor, hogy én mennyi dolgoztam. De hol a helik? Nagyon messze van még mindig az a rovat helikopter, Jani. Helikopter? Na tehát... Mit aggódsz itt jobbra-balra? Visszajött a ló is. Látod, még az sem fél a helikoptertől. Berkiller éppen kigörcsölt. Igen, azt látom. Nos, ez... Tehát ezt a fát én farmoltam. Persze. Ezt a követ én farmoltam. Persze. Ezt a vasat én farmoltam. Persze. Az olajban van egy, vagy az alacsony minőségben van egy kis szerepe a Szecsinek. A. Meg a zsírba, kírekben nem nagyon, ez az öngyilkos. Jó. Igen. Nem haltam meg. Ezek vannak most nálunk. Most leszedem a lovat. Hát azért a ház még nincs befejezve. Rahadtul nincs. Na megmutatom. Van vadisznó is. Megmutatom itt az elsődleges védelmi pozíciót, tehát ez védelmet szolgál az a féltető, fordítva lerakva. Megvan a ló. Azért innen köszi szépen van fedezék, de én kilátok innen is. Puff, puff, puff. Az meg benne van a vízbe. Jó van, már csöndbe is le tudod ölni, nem? Pofádat befogad. Éppen nagy magyarázásokban vagyok, itt osztom az észt, te meg a lóról beszélsz. Kit érdekel? Adjá. Félj inkább a helikoptertől. Nem félek a helikoptertől, nincs nálam olyan. Na igen, tehát ez itt védelmi állás, ez csak azt szolgálja. Itt egy tábortűz. Te voltál? Nekünk fedezék. Nem, az már ott van egy két napja. Ez fedezék. És egyben nagyszerű lövőállás is.
De hol a malac? Az előbb itt volt a malac. Jó van már, hát akkor kérges bakker. Éppen bemutatom a bázist. Szecsi ilyen türelmetlen srácok, ne haragudjatok. Már be van indulva. Na igen, de már lépcsőt raktam, gondoltam idáig nem jönnek föl, csak úgy. Tehát így, így ilyen fajonul ki lehet látni. Szerintem egész jó. Közelben van kő, akkor ezt látjuk. Fixen. Van némi holtér, ezt elismerem, de... Figyeljetek. Az alsó részre tettem ugye már ilyen lőréseket. Nem mindegyik ablakra, de... Némelyikre, hát gondolom azért... Adj ide a baszott sárkány, de nagyon gyorsan. Tenger felül nem nagyon lesz támadás, nem adom. Hol van, akkor mondd meg. Nálam. Add majd ide faszom, találtam követ, nem is keresem. Jaj, ilyen földről főszedőset, mi? Hogyne, ezt akarom kibányászni vele. Gratulálok. Köszönjük szépen, Berkiller! Tök! Örülök, hogy tetszik a bázis. Megvan a malac is, meg a ló is, tök jó, hozok egy kis kaját. Te trappolsz? Igen. Van egy bassza, ezt berakom. Ajtók záródnak. Már egy pillanatra azt hittem, hogy valahol lőnek. Nem. Ide lent lerakhatom a kaját, meg ilyeneket? Persze, hogy ott ezt is inkább vigyem fel? Nem feltűnő, hogy egy láda félig van kajával? Nem, mert egyelőre rohadtul nem néztem bele. Gratulálok. Még 13 hákó is tudunk csinálni egy rakétavetőt. Az mondjuk nem fog rosszul jönni. Tehát srácok, egy kis meglepi lenne, ugye, Szecsikém? Hát igen. Ugyanis János bácsi eldöntötte, na itt a helikopter, egy védelem lesz. És ez nem más lesz, mint egy kis vendégváros Turret automata gépágyú. Plusz megmutatom a kraftolását. Kell hozzá egy biztonsági kamera, egy bemérő számítógép és magas minőségű fény. És automata gépágyú. Az úgy megvan, hogy 40 magas minőségű fém? Össze-vissza! Ja, de hát azt meg is kell tankolni lőszerre. Az is igaz. Úgyhogy kraftolhatnál. Vagy most elmész bányászni? Nem, dehogy is, csak följöttem megkeresni a helikoptert, de azért ment. Mit keresel rajta? Megöl? Nem öl meg. Szétverem egy kibaszott baltával. Elhitted? Na, akkor 556-os lőszertől. Úgy, mint az Atya Úristen. Azt mondja, csinálok 22... Még lepakolok, meg ilyenek. Csinálok 22 lőszert, az szorozva 3-a 66 lőszert csinálok, és van már... Van már 78. Az üres propántangból mit is lehet csinálni? Egyedül a lángszóróhoz jól értve, lángszóróhoz jó, meg a víztisztítóhoz, de hát nekünk egyik se kell. Lángszóró később, hogyha találunk ilyen gagyi bázist. Víztisztító mondjuk nem jönne rosszul, szerintem, de... Fölösleges, itt vagyunk az iható víz mellett, szó szerint. Csak föltöltjük a kulacsokat, az hello. Oké, oké. Azt mondja...
Hát ledarálhatnánk majd pár propán palackot. Lehet. Te a kőolajat hova tegyem? Rögtön a finomítóba mehet be? Dobjod be. Hát megnézheted az égetést, vigyél magaddal egy kis fát, azt akkor ennyi. Úgy működik, srácok, tehát, hogy bepakolod egy fát, vagy bepakolod a fát, és egyetlen egy slotot kell hagyni a rakterében az olajfinomítónak, ahova csak az alacsony minőségű fog kiégni. Tehát nem keletkezik szén, de úgy zabálja a fát, mint a muszáj volna. Nagyon? Jó, kegyetlen. Két turret kész van. Az jó. Az így fog kinézni. És mutatja ez a kis nyíl, hogy merre fog éppen nézni. Másik gomb. Mi van? Rossz gombot nyomta. Nem nyomtam, én rossz gombot. Nem is nyomtam. Na. Lehet rotételni. Júj, de vagány! Hát szerintem így. Így az így aranyos, tehát hogy valakit belép, akkor... Az igen, az zabálja ám eléggé. Mondtam, hogy ez jó. Akkor ezt jó szájba lehet csűrni vele. Viszont legalább lesz egy kis üzénk. Üzemanyagunk. Vele csaptam 69 ammót. Az jó. Gyere, add hozzá magad. Mindjárt. Bene kapcsolod, mert véged van. Még hozok egy kis alacsony minőségű üzemanyagot neked, jó? Valamint valamiért. Van még 1500. Te mit tudsz kínálni? Ha valamiért. Még 54-et. Kevés. Levadászlak egy kibaszott baltával. Figyelj, Berkiller, ez szerintem így jó. Hát végtérés a lootot akarom mindenáron megvédeni. Igen, mondjuk az lenne az elsődleges, az, hogy a háznak mi az alsó része, az mi van vele, szerintem pont leszarjuk, inkább a loot a lényeg. Jó, mondjuk lehet, hogy alulra berakjuk az egyiket. Na, hosszan nyomja rá elbetűt. És engedélyezés. Megvan. Oké. Okay. És akkor most egyszerűen elvel, akkor bekapcsoljuk? Békefenntartó módot nyomtam neki. Az mit akar? Nem. Mindenki támadjon meg. Látod? Már piros. Te, ha ez engem lelő, én megöllek. Miért tüzel rád? Nem. De... És miért kapcsoltad ki? Nem fog lelőni. Azt támadja meg, aki belép is. Bocsi, nem akartam kikapcsolni. Bocsi. Na már 105 lőszer van benne. Szerintem annyira egyelőre elég lesz. Engedj be. Mindjárt. Nem Berkiller, szerintem ez itt jó helyen van így. Mind munka közben betesszük, a jó van az új mappába. Annyi, hogy ide majd mi beveretünk egy ajtót. Itt bent a falakat, amik olyan egyszerű ezék, azokat megcsinálom fának, jó? Fának? Miért is? Itt ezeket az egyszerűbb szarokat. Nem. Mi nem? Ugyanis... Megnézem, mennyi kövünk van. Azt mondja, hogy az 14 ezer. 15 ezer lenne. A 10 kőfal. A bázist 8-9-re körbe tudjuk venni, azt hiszem. Menj előrébb egy picit, ki akarok próbálni valamit.
El kéne mennünk lootolni. Tudom, tudom, mindjárt mehetünk. Hardbearkiller, ez... Ja, aaaah. Pedig pont farkas szemet néztem, ez egy kicsit a turette, de nem. Akkor menjünk lootolni? Hozd a ezért a baszócsákányt. Van itt a környéken kő. Jó kő, ahogy láttam. Csinálok szurit. Jó. Egy 6 darabot lecraftolok. Így van, aki hozzáadja magát, azt nem lövi. Hiába van fegyverre, békefenntartó módban, én is így tudom. De... inkább mindenkit lőjön szét. Nagyon nem fogunk beengedni szomszédokat. Magunktól. Hát majd Max Attilát. Magunktól, jajajaj, hát addig meg kikapcsoljuk. Amíg hozzáadja magát. Tény. Na, megvan? Craftoló. Ide miért nincs még ajtó hozzáadva? Még nem craftoltam ajtót. Várj, akkor azt megcsinálom. Csinálj egy számzárat, meg van egy fa ajtó, azt csap föl. Ez egyelőre elég. Hát akkor már rögtön fémlemezes ajtót, ha nem áll. Jó, hát akkor de már. Udarolt hangos az a turret, nem? Kissé. Neked is adok, mert mindjárt szúrjuk. Danke. Remélem vágott, hogy kell használni. Volna elképzelésem. Itt a szuri. Köszöntöm. Mennyit csinálsz? 2, 3, 4, 5, 10? Mit? Szurit. 6-ot. Megböklök azt, jó napot. Merre nyíljon az ajtó? Befelé vagy kifelé? Befelé. Nem lehet falon át hallani a turretet? Ja. Abszolút? Hát, itt lent alig hallom. Az nem rossz. Az jó, mert esetleg följön valami ezért. Random kispojtás. Megpróbál itt hősködni. Megkapja. Csak mi a faszom, akkor viszont fémlemezzé meg kéne csinálni itt ezért az ajtókeretet is, nem? Megcsinálhatom? Csináld. Vagy ezt hagyjam a francba? Csináld. Jó. De egy számzárat is csinálj. Az már megvan. Mert csak egy dolgot keresek. Kiszedted a kalapácsot? Nem szedtem ki semmilyen kalapácsot. Fel akarok ugrani a turret tetejére, na már. Na, ezt mondja, hogy... megfagy? Mindjárt. Egy kibaszott lézerkard van nálad, azt vágod? Igen, tudom. Jajajaj, erre gondoltam én is, Berkiller. Megkódold le. Azzal, amivel szoktuk. Tessék. Jó van az úgy. Hasza. Jani, olvastad, amit Berkiller ír? Olvastam, persze. Talán még van is értelme kimozdulni, annyira nincs este felé. Még egy 10 percet kín lehetünk, anélkül sötétedne. X
lent már egyáltalán nem hallani. Egyébként szerintem még van időnk bőven. Hát, nézzük. Megnézzük a kis házikót? Hát, megnézhetjük. Azt nézzük meg mindenképpen, arra kíváncsi vagyok, hogy hol jutott a kis pajtás. Ahú, a fele lebomlott a hídnak. Váá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 á
Nem fog összejönni, elbaszod. Gyere ki! Picsába! Kavics! Még hallottam. Nem hozta baszú csakányt, mi? Amatőrnek nézd, az mi? Hoztál magadnak, jó van, király. Eddig nézelődök én is. Itt a mellettünk levő kolléga elég szépen megépítette a házikóját kőből. Hát figyelj, legutóbb, tegnap amikor fönn voltunk, ugyanekkora volt. Megnézem az alapját azért. Mert ez nagyon le van sebződve. Igen? Ja. Hát lehet benézünk, ha. Hát mondjuk, nem tudom. Hát mert feljebb azért full HP is még. Lehet más is próbálkozott, nem csak mi akarunk. Nem. Mert mindenhol egyenletesen van leugrázva. Ja. Hát az ciki. Akkor viszont lehet, hogy megérni elkezdeni próbálkozni. Mi is ez a szecsőr, vagy mit is akartál? Ja, az eszkábát robbanó töltött, de az a baj, hogy 8 az kevés. Micsoda? Egy ilyen házhoz a 8 az kevés. Hát, ezt te tudod. Ehhez én nem értek. Hát a sima fémlemezajtóra kell 4 darab. Akkor kőre valószínűleg olyan kettő elég. Kicsit. Igen, egyébként előfordulhat, hogy ez még egy nem igazán elkészült... igen, valószínűleg még nincs kész. Látszik rajta, hogy nincs. Hol vagy, Szecsi? Itt, ezért a háznál. Te hol vagy? Figyelj, menjünk be bányász előrse. Várj egy picit. Ahhoz nem kellene ezé? A védőruha? Nem, az előrse nem, csak ahhoz a kis szarhoz, ami ott van nála, de amúgy magára. A warehouse-ba be tudom menni a raktárba. Ja, egyébként valót föl tudjuk boostolni a tetejére magunkat. Vagy egymást. Megpróbáljalak földobni? Az a baj, ez kevés. Igen, lehet, hogy nem érdemes neki menni, de hát ugye ki tudja. János, hova lettél? Itt vagyok, mögötted. Mögötted. Enyém! Szedd le. Mellé. De a disznó lassú. Ja, azt le lehet ütni baltával. Na, szedjünk egy kis követ. Úgy látom, a versenyző haverunk nem nagyon fejlesztette a házát. Micsoda? Azt a házat nem fejlesztették tovább.
A picit? Jó. Fasza. Várj egy pillanatot, technikai probléma. Oké. 136. Nem is tudom. Az ott a blokkolója szerintem. 184. Hogyha neki jön csákánnyal, leütnénk egy idő alatt, Max, ha C4-et szeretnétek, akkor a kamerákat meg a laptopokat is dobálják. Daráljátok egy darab a három elektronikai hulladékot. Hát... Igen, tudom, Berkiller. Tudom, hogy... Vagyok ám, na. Ja, a Berkiller írta, hogy hogy tudunk szerezni elektronikai hulladékot, ha még van kettő darab. C4-jel neki menni, hát nem tudom. Itt megérni annak a háznak C4-jel neki menni. Azt tudom, hogy visszahozná az árát, de most azt néztem, hogy a kis háznak. Mit csinálta? Én is. Azt néztem, hogy a kisháznak az alapja azért jól le van romolva. Igen? Ja, ilyen 180 április. Azt lehet, hogy ezéből meg lehetne csinálni. Csákányjal. Sima csákányjal. Hát szedjük szét. Nem? Akkor ilyen közepes csákányokat kell csinálni, vágod. Én most például elbaszom az egyik kőcsákányomat, az egyszer szent. Hát nézd meg, mennyi damage ez. Te ennek 250 az alja mindenhol. Akkor rosszul nézed. Sőt, még egy nyitott ajtó is van, ahol fel lehet ugrani. 184 ez az alap. Te mi ugyanazt nézzük egyébként? Nagyon nem itt vagy. De van víztisztítója a csávónak. Hát te merre vagy? Hallod, itt egy tök üres ház. A ezé mellett rögtön. Egy ilyen kör alakú, nem? Igen. Oké, mindjárt megyek. Fél automat a test? Az egy kicsit azért úgy aggodalommal tölt el, hogy itt egy rohadt nagy nyílás, és utána semmi. És túl nagy a csönd. Daráltál valamit mostanában? Nem. Akkor a közelben lesz valaki. Miből gondolod? Mert a darálóban voltak cuccok. Akkor megéri figyelni? Ez itt ugye te vagy? Itt vagyok. Én vagyok. Ja, nem árt oda figyelni. Van. Vagy rakéta. Hát igen, rakéta nem lenne egy rossz dolog, csak azért igen. Az nem egy olcsó dolog. Hát igen. Elődözök, meg kell. Ja. Ez nem víztisztító, hanem vízgyűjtő amúgy. Bocsi. Megpróbálok inni. Két malac egymás mellett. Brutális. I'm a fucking archer. Három malac egymás mellett. Ezt a házat kiszedték. Hallod? Fölbusztolsz? Mindjárt perccel, ugye mondd, hogy van valami kajád. Van nálam egy sült farkashús. Pillanat. Mindjárt jövök egy pillanat. Bocsi, pisi szünet. Miért nem kajálja fő magát? Mondom neki, hogy ott van benne a kaja. Aj, szecsi. Busztoljál fel! El akarok jutni. Hé, te ott. Ezt a szép értelmes tekintetedet, meg a bugos nyakadat, de imádom. Még a fenekes bugos. Így. És akkor engedjük ki a tárat.
nem tudom, azért... Szóval azt mondod, hogy ezt itt kiszedték? Ja, de menj már oda az ajtó helyére. Oda alá. Na körülnézek, várjál. Addig leülöm a malacot. Te csinálod ezt? Ja. Tudom, hogy rohadtul szét fog jönni a csákát. Megyek a disznóhoz, sok ez egy medve. Megpróbáljam a macit veszővel? Hallod? Hm? Nem tudom, hogy ki tudok-e jutni. Adjál kaját, mert ilyen halok! Beléptem, de bazd meg magad, hallod? Mondtam, hogy izé, egy otthon. Jó van, na hát akkor még volt élet, volt izé, vagy de, nem volt olyan ilyes. Volt, te nem látsz semmit, baszki. 300 alatt el se indulj, hallod? Itt van két hálózsák. Fasza. Egyik bunker néven. A másik meg Pascal. Szóval akkor megpróbáljam a macét veszővel, vagy nem igazán érném meg? Ne csinálj semmit, csak figyelj. Nem figyelek, elmegyek, keresek valami kaját, mert nincs. Még írja, hogy starving? Hát, négy azért maradt. Négy egység. Ne legyél már annyira figyelmetlen, légy szíves. Van loot is, bakker. Micsoda? Most találtam propántartályt. Kaja nincs. Kőcsákány. Hát kapszulájuk van. Ó, van egy kulcs. Ezt elrakom. Létre mindig jó. Így jöhet. Nulla. Akkor, hogyha megy le a HP-t tojba és szurít, az cső. Jó, 38 kő jöhet. Olyan haraggassát belőttem a disznót, hogy belehalt. De ezek lényegében beépítettek minden anyagot, ami náluk volt. Kulcsot meg potyára raktam, ami? Kódzár, aha. Na indul a csici ültetvény. Figyelj, hozzáadom magam a... Találtam kezdert, ezt otthon elültetjük, azt megmetszem majd. Megtaláltam a cupboardjukat. Nincs kajájuk? Nincs, nincs már mondtam. Viszont fájuk sincs, ami nagyon jól esne. Gomba! Csak ki tudok jutni, nem hiszem el. Találtam gombát. Megmenekült az emberiség. És kivételesen nem a pindur panduroknak hála. Hallod, de lehet, hogy kell csinálni egy lángszórót. Ja nem. Mi? Ja nem kell. Na itt vagyok a háznál, gyere vissza. Adok egy farkas. Mindjárt jövök. Mindjárt jövök, várja. Kijutottam Bearkiller, nem vettem észre, hogy ki van ütve a... Hát olyan kiütött ajtón. Hát bejöttek hozzájuk és egyértelműen kifosztották őket. Azért egy ez két, gáz. Egy-két minimális dolgot el tudtam hozni. Ja, hát igen, és ilyenkor az a szar, hogy hiába kiabálná rá, hogy I'm friendly, rögtön te lennél a bizét, Kruger. Te csapkodsz itt valamit? Yep. Szerintem egy
utólag. Nem üres láda, a fénypenge. Oké. Okay. Na gyere, adok egy kaját. Nyom be. De hol van? Ah, megvan. Istenem. Nézzé már. Pofádat befogod. Nézzé már. Ja, ott volt az ajtó, Berkiller. Egyébként meg van nálam egy rakás disznóhús, amit meg kéne sütni. Jó van, otthon is van egy rakás hús, amit te nem vettél észre, és rakás sült hús is van, amit te nem vettél észre. Úgyhogy most gyere ide a darálóhoz. Én azt hittem, hogy elmegyünk, körbenézünk, azt megyünk haza. Na, hát én azért nem készültem kajával. Adaráló a húsja testet. Van nekem is pár cuccom, bele tegyem? Jajajajaj. Van... ilyen... útjelzőtáblám, meg van propántankom, van... fénypengém. Ezeket belelapátoljam? Fénypengét ne. Útjelzőtábla? Azt rakhatod, van még otthon. Ebből HQ esik ám. Ennyi? Az viszont nem jó. Vagy nem rossz. Ja. Majd szedd ki, és akkor zsarunk haza, kész. Oké. Okay. Malac, támadni akar! Hát ez most nem volt egy jó ötlet, ugye tudod? Már csak, hogy elég rendesen felhívtad magunkra a figyelmet. Ráadásul nem hoztam izét. Muníciót, csak ami a fegyverben van. Fasza, húzzunk haza. Veressünk. Kabics, kabics. Baza. Újra lelőném, de nem szabad. Kit, mit? Szarvas. Hol? Abba a pillanatba kell, akarom. Nem, nem, menjünk haza. Két nyomós oka is van, hogy én haza akarok menni. Szerinted mi a kettő? Igen, az egyiket tudod. Van nálam 1400 kiégetetlen vasérc. Nem, nem éppen, de mondjuk ez is egy nyomós érv. Te meg ilyen öngyilkos akarsz lenni amúgy? Csak haját, meg... Eszeget? Igen, persze, van egyébként airdrop. Csak hát ja. Még nem az az első. Na, majd rá fogunk egyre futni. De hol vagy? Jövök már. Szóval nem tudom, hogy azt a kis házat benyomjuk-e. Ember, találtam 2 kender palántát. Úgyhogy lesz csicsi. Csodálatos. Na, itt van egy kis lószar, vagy lőszer. Igen. Jó, ilyet ide lecsapatjuk. Olyan szép kertünk lesz. Jaj, Jani. Csodálatos, csodálatos lesz. Van nálam még 2K kő. Minek? A kő mindig jól jő. Na figyeld, nézd ezt a ládát. Látod, mi van benne? 15 sült medvehús. És víz. Ó, annak a felét ezt letarálom. Gratulálok, király vagy. Egyébként belenéztél rögtön az elején, hogy mik ezek a magok, meg minden, és ott van, ott virít a 20 kiló hús. Ne csak nézz, láss is, Szecsi! Nyisd ki a szemed! Várjál már! És most szépen kitörörlek a turretből, és sétálj föl. Nope. Na akkor lecsákányozzuk az alját annak a kis háznak? Persze, csak lepakolok előbb, mert nálam most van majdnem 600 fém, meg 400 kő, meg 200 fa, meg mit tudom én, ilyen apró cseprő dolgok. Meg ugye azt vágod, hogy ide fönt, vagy ide lent van 1054 csont, meg még fönt is van majdnem 700. Jajajaj, na tudom, csont sok van, unatkoztam. Azt látom.
Meg kéne tölteni majd a kulacsomat, azt majd mikor indulunk, akkor azt majd megcsinálom. Inkább vegyék egy telit. Hát nem, már megtöltöm, hát most minek? Itt vagyunk mellette. Följövök, lerakom a lootomat. Nem olyan komoly dolgokat, de szedtem én is egy-két dolgot. Na, fölpadítok én is egy kis kifehúst. Lesütök a mai étlapon. Medve hufi. Tökéletes. Na, Szecsi, akkor nagy kraftolásokba kell lennünk, ám csak szólok. Vegyél magadhoz fát, meg némi vasércet. Hoztam megint egy kis kenet. Úgyhogy feladjuk az utolsó kenet. Te nem hallasz, amit mondok? Mert hogy miért, hogy? Vegyél magadhoz fát és kiégetett vasércet és közepes csáken kraftolj. Akkor ezek szerint nem hallottad, amit az imént mondtam. A nagy lútodat. János. A nagy lútodat. Lerakom a cuccaimat. Szí. Ezt hallottam. Ez az ittre beszél, hogy lyukadnak ki a kereket, te. Ez mi volt? Nem tudom, szerintem ezért megint a hajabusás emberke. 106, ja, hogy az utcáról? 125 fém darab. A sima csákány csinálj. Ahó. Mi kell ahhoz? Fém meg fa? Igen. Elmondjam még egyszer, hogy tuti? Nem kell, jó van már, na, én közben még pár dologra próbálok figyelni. Rá fogunk futni majd egy airdropra, csak megnézzük azt a házat. Nagyon érdekel az a ház. Mi lehet abba a kis szutyókba, érted? Na, hát elviszem még ezt is. Már akkor jól jöhet. Sima csákányba. Ennyire olcsó. Hát azért jó, a fém darab, köszi. Hát csinálok lendületből kettőt, aztán tutira van akkor. De hozzá fegyvert is. Azt is hozom az íjat. Na, az igen. Szecsi a baszói Archer, na. Szevasz, Swag Chicken, csá. Visszajelöltelek. Szevasz, Swag Chicken. Twitchen, visszajelöltelek. Most nem csirkehúst teszünk, hanem medvehúst. Is. Is, ja. Itt van egy Tourette Swag, amiről lemaradtál. Sajnos. Ő a csirkeülő torony. Dehogy is. Láttad? Láttad? Jó van. Na, jó van, annak örülünk. Azt néztem, alig van késés a Twitch-en a játékhoz képest. Kinek mi? Nekem körülbelül ugye a 6. percnél lefagyott ezért. Videó. Most tartott, hogy futok ki. Na, mi van már? Kraftolsz? Persze, én közben csinálom szépen. Egy 4 darabot csinálj, többet ne. 4 csákányt? Persze, én is csinálok 4-et, az elég. Oké. Azok az egy két tárnyi lőszert. Hát ha. Na, elindítottad a craftot, kiraktad a nyersanyagot, indulhatunk. Fölveszek egy normális fegyvert és mehetünk. Jobb felső láda. Köszi, melyiket hozzam? Hát hozd a izét, a félautomata puskát, hogyha ránk jönnek, akkor érted, tudjuk is védeni. Persze. Most AK-t még nem akarok meg ilyenek. Alapzatot kell ütnünk, Berkiller. Akkor zsarjuk. Várj, hol van hozzá töltény? 556-os ott van. Na
Vagy a pisztolylőszert hozzad. Nem, nem, megvan, mehetünk. Na, aktívak a német kollégák. Azt veszem észre. Úgy látom, hogy kicsit összegabajodtak. Jó, megijesztettél. Ó. Szedjük szét azt a házikót. Ja, szedjük. És közben szedünk tököt is, meg kukoricát is, meg kell a kaját. Megint nem hozták kaját? Ha hozni nem hoztam, de 3.29-en vagyok, ne aggódjál. Király vagy. Ne para, van még itt gomba is. Hogyha jól tudom, Berkele az alapzathoz nagyon jó a... csákány. 186 HP, azt leütjük, ha 8 csákány az szerintem. Hát ez szegény házikó, nem szegény házikó, hát most ez ilyen. Egyébként éjszaka lesz, úgyhogy nagyon jókor jöttünk. Aha, főleg, hogy legalább így tudni fogják, hogy hol vagyunk. Fegyver csak végszükség esetén, ugye tudod? Ja. Hú, bakker, merre is volt? Ja, ellentétes irányba, gyere erre. Fasza. Hallottad ezt? Nem, de nem tetszik, amit mondasz. Szerinted itt vannak bent? Mint hogyha a kódzárat, hallottam volna. Ne fuss el. Ott van. Itt van valaki. Hi. Hi. Szétvered a fejét? Ja, most már neki angolul, hogy melyik a te házad. It's your house. Hey man. This is your house. Hello. Ez hülye. Na jó, most nem lövöm le. Ez teljesen megőrült. Ez totál gyökér volt. Örüljön az életének, szétszoktuk, szétlölőt, le kellett volna lőni a picsába ez a rászt. Á. Bemutatkozó jelleggel, üdv a szerveren. Na, körülbelül. Na, várjál. Pöcsög meg közben hazajött, érted, azt javítja a házat, mi meg itt elkezdjük mellette szétverni. Baszik, ez mi van? Nem ez volt, ez egy másik ház. Messze nem ez volt, bazd meg, az lent volt parton. Nem, valamilyen erre volt. Dehogy is. Lent volt a part közelbe. Itt ez szerintem, ott előttünk, az lesz az szerintem. Ez? Nem, ez a kör alakú ház. Erre, itt van, innen látni. Hát nem az, hogy nem mindenki köcsög, nem az, csak mivel szerintem totál le volt döbbenve ő is, meg mi is. Ez nem hogy az. Ilyen debillel ritkán találkozik az ember. Ez egy kő. Ez. Ja. Nyomjak lámpát, mert egyébként hoztam fákját. Szikla. Hát nyomass egyet, mert kíváncsi vagyok most mi van, vagy mikor vagyunk. Ez egy kibaszott kő, az meg. Ja, szerintem hallod, az az a ház, csak gyorsan fel. Hol a lófaszban volt? Nem lehet, hogy ez lett tovább, ez volt az, csak tovább építette a hülye gyerek? Nem, hallod, át kell menni az előörsön, túloldalt volt. Simán el tudom képzelni, itt egyébként egy hálózsák. Hallod, ezt a gyereket nagyon csúnyán szétverték. Itt a gyerek. Hey. We're friendly. Hello. Okay? Ez az a fúgi? Hey. No para! Ne szaladjál! Higadjál le!
Visszamenjél, buksi! Következőnél elövöm. Add ide minden lootodat! Add ide minden lootodat! Give me your loot. Give me your materials. Or headshot. De figyelj, igen! Fuck you! Jó, menjünk haza. Pogi, jó idiót. And you're dead. Mit csinálsz, te állat? Sokszor volt olyan, hogy találkoztam valakivel, kérte, hogy ne üljen meg, hagytam futni be, mert a házába cicért és fejbe lőtt. Hát igen, Bearkiller. Á, nagyon csenevész volt a csávó. Nagyon húzzunk a francba. Lennél oly kedves és nem vernél agyon egyébként? Hát ha nem jönnél bele, miközben hallod, meg látod, hogy verem szét az ember baltával, akkor nem vernélek szét. Ne trappolj, guggoljál, légy szíves. Az ott fény oda bent? Vagy mi villog a raktár? Oppá! Hol vagy? Oké, látlak. Itt vagyok előtted. Kibaszott csirke. Add meg egy izé... Antilop! Jó van. Nem trappol senki. De most már még igen. Ja. Ott az icipici házikónak icipici alapját. Tényleg itt van, megvan. Túl hideg van. Ég bent valami. Bazd meg, itthon van a pöcsög. Lehet ez volt az a púgi, vagy mi a tököm. Lehet. Bekiabász? Várjál, itt a... Itt van film. Nem téged, nyugi. Mi van itt? Nem direkt. Üssük az alapot, gyere ide. Látod, hogy hol vagyok? Persze, itt melletted. Nem swag chicken, nem úgy. Nem, drága barátom, ezt nem fogok leverni 8 csakánnyal. Ez ténylegesen nem. Ah, ez így nagyon hosszú lesz. Hát ez itt tök esélytelen. És te ehhez el kéne hozni a izét? Robbanó töltetet? Hát, lehet, hogy nem lenne egy hátrány. Szedjük ki a csávót. De ennek egy kibaszott faajtaja van. Ez fémlemez. Négyből bevisszük. Vigyük be. Hát kéne, nem? Ki tudja, mit tartogat oda bent. Csak félek, hogy el van zárva külön ide a loot szoba fémhez. Halott ötlet, miért? Miért? Miért, csiken? Mondd már meg. Most mi kopogtatunk, de keszik vagyok. Ez te voltál? Ja. Megpróbálok egy kódot. Nem jött be. Zárat nem lehet lelőni? Nem, csak ajtóval együtt robbantható. Azt írja a Svegcsiken, hogy ne a talapzatot üssük. Szerintem akkor eljött a
robbanó töltet ideje. Akkor én leszek a kamikáze. Na köves. Mit szólsz ehhez? Legalább craftoltunk egy csomó csákányt. Biztos, ami biztos mindig jól jön. Persze. A lámpát inkább lenyomnám. Addig örülök neki, amíg nem tudják, hogy hol vagyunk, mert ha legalább a trapot hallják, még az is sok, de... Micsoda, hát amikor robbanni fog, hallod? Mi lesz? Tök jó, nekem meg be van nyomva a rezgése fülesen. Hát akkor húzd le. Nincs ez az Isten, hallani akarom. Érezni akarom a robbanást. Ezt érezni fogod, öcsém. János. Mennyi robbanó töltetet hozol? Hát... négyet. Bevisszük az első biztos? Alkot. Aha, négyet. Ilyen sok csákány, ja. Azt a kurva! Minusz 20 bejátszik. Minusz 20 mi? Aha. Aha. Köszi. Hú, vegyem le a HP. Meg is indul ám lefelé bőséggel. De itt hol az ajtó? Ja, rossz oldalon nézem. Nem tudom, ezt meg kell csinálni itt hamar izére a kőre. Ezt te is hallottad? Igen, úgy hívják, hogy faajtó. Nem, valaki mást hallottam. Ide kidre kéne valami lámpa. Mondom, hogy a kintre kéne valami lámpa, vagy legalább egy tábortűz. Vas hangja a fajtónak. Hát a külsőnek van egy érdekes nyikorgó hangja. Na, hess onnan. Ez az. Bocsi. Hova is tettem a robbanószert? Kis hamis. Így. Jó. Jó, oké. Akkor fölkajálom magam. Szecsi kaját föl magad, légy szíves. Oké, rajta vagyok. Mennyire? Kaja az full. Ötszáz. Oké, hogy állsz HP-val? 75. Várj, megiszom a vizemet. Az nem dob HP-t, de dobok egy szurit. Minek van még szurim? Azt told be magadba. Egy olyan 90 körüli HP-n azért legalább gyere. Ne haragudj, ilyenkor elfordulok, jó? Tehát ezt nem tudom hova lövi. Ezt még hallgatni is rossz volt. Te hülye vagy. Fúj, te tudod milyen szar... Te hidegráz. Én fegyverre szoktam lámpát rakni néha életet, mert ez mondjuk OP. Igen, egyébként azon gondolkoztam én is, hogy az nem lenne egy rossz dolog, de az egyetlen problémája az, hogy akkor viszont rohadt feltűnők vagyunk. De megnéztük külön, hogy nem annyira feltűnő a lámpa kívülről, csak te látsz rohadt sokat. Hát, nem tudom, csináljunk? Nem, most nappal van, megyünk. Aj, itt meg olyan ezért kenderültetvény lesz, öregem. Elmegyünk dealernek a játék végére. Azt hiszem, hogy csináljunk. Na gyere! Hoztad csákányt? Is. Meg ezért? Ilyen robbanós lófaszt? Robbantunk. Zsír! Kisköcsögöt meg meglátom még egyszer ezt a púgit, vagy mi a faszom, abba pillanatban fejbe lövöm. Instant kill.
Ennyi. Érted, ahelyett, hogy legalább elmondott volna két mondatot, ahelyett mit csinált, megtámadott téged. Hát hogy lehet valaki ilyen hülye? Elmondtam neki, hogy adja oda a lootját, hogy szétlövöm. És akkor mi a teendő? Neked támad, aki egy fegyverrel vagy, egy gépfegyverrel, neked támad egy kővel. Ez csak szerintem fuck logik? Nem volt veszteni valója. Ja, értem. Viszont most már rohadtul figyeljünk oda, mert most már kurvára látszódunk. Ja. És nem vagyunk egyedül a szerveren. Nem. Írja, hogy óvatosan. Igen, tudjuk. Várjál, jó felé? Ez jó felé? Benne van a buliba. Igen, itt a ház. Hol vagy? Valahol. Hol vagy? Hát te hol vagy? Én? Kérlek, alássam. Még itt a nagy kőházat erősen látom. Milyen nagy kőházat? A kör alakú? Nem, van, megyek közére a bányászerőrse mindjárt. Hallod, én itt vagyok a kisháznál. Jó, a rossz irányba mentem. Király vagy. Ennél még mindig ég a lámpa. Jó, beindítottak egy tábortüzet. Amúgy az lesz a poén szerintem, hogy nincs benne semmi. De nem, vagy legalább robbantottunk. Ja, legalább kipróbáltuk. A robbantás egyébként úgy fog kinézni, hogy én levetközöm több csupaszra is Janinek adok minden cuccomat. Nagy lószat. Én leszek ilyen kamikáze feelinggel. Nem. Ha nem. Kapsz kettőt, de nálam lesz kettő. Te dobod rá az első kettőt. Gyere ide, nehogy nekem bebugoljon. Na, hát akkor az ajtóra. Várjál. Fingom nincs, hogy hogy működik egyébként, hogy kell rádobni. Szerintem rá kell tenni. Hát, elvileg 4-5 lépésre már rá tudod rakni. Oké, várjál. És akkor futi. Gyere. Itt már jók vagyunk. Azt a kurva! Na milyen volt rezgőn, durva mi? Oh, jó van, dobjad már, ne sokkolódj. Meghalt valaki ott bent! Jó van, nem érünk rá, dobjad. Erről beszéltem, látod? Hú, ez tényleg random. Ez a be fog sülni, figyelj. Nem. De valaki meghalt bent. Jó. Mit csináljak vele, ezt csinálsz. Örüljél neki! Menj már innen! Ugye bejutunk! Menj már! Tedd rá! Fegyvert a kézbe. Besül, fogadjunk, besül. Ez most már tényleg hosszú ideje megy. Bazd meg! Szedd le. Futi! Futi! Oké, figyelj oda. Itt van Rem. Ó, Efkono. Ennyi az egész? Csákány. Kaja. Kis vas. Skines felső. Jó, van egy csomó kín. Majdnem visszajött a szecsolára. Szép. Akkor most ezt is be kéne robbantani? Ez egy fajtó, kérlek alássam. De várjál. Igen, ott ezért az ilyen kis raktáruk, vagy nem tudom mi az. Ide kérlek szépen egy lángszóró. Ja, hogy egyszerű fajtó. Azért nincs lángszóró, komoly. Csinálni kéne. Beégetni olcsóbb? Persze. Menjünk haza? Hát? Én meg addig szétverem ezt a két... Mindegy. Meg akarok ölni. Ja, már meghaltak, mi? Meghal. Nem. Te voltál? Nem. Oké, menjünk, csináljunk ránk szórót. Fegyvert a kézbe, ki tudja, ki van a környéken egy ilyen után. Na megjelöltem őket térképen, tuti, ami tuti.
csak te nem találsz vissza. Ha-ha-ha. Kicsit geci vagyok, tudom, de hát ilyen a természetem. Ja, van egy fémrugó is nálam. Az se egy rossz gondolat. Jaja, amíg látod a nevüket, nem voltak meg. Ó, köszi szépen. Hopp, airdrop. Hol? Ja? Hú, hát te ember, az rohadt messze van. Dehogy van messze. De azért csak figyelgessük. Hú, az meg nem dobta le messze. Az igaz. Vigyük be a házat. Hát figyú. 800 kén. Annyit hoztál el? Ja, ez csak itt a kemencébe volt. Azt a kurva, akkor mi lehet oda bent? Szerintem van itt. Berkiller egyébként, ez az miért furcsa, mert hallottam, hogy meghaltak, de én még mindig láttam a nevüket. Igen, igen, igen. Ez már előfordult velem, Berkiller, amit mondasz, hogy bebugoltak és nem tudtam megölni őket. Azt hiszem egy perces a lángszóró kraftolással. Viszont abban most annyi üzemanyagunk van, mint a szar. Ja. Úristen, Jani. Mi van? Csici ültetvény 1000. Hash. Ne csináld, laggolok. Ledobott a játék, ez komoly. Na igen, komi van. Hát srácok. Megy a net. Connection lost. Ó. Oh. Hát mi a franc van? Ezt nem hiszem el. Ó, hogy a rohadt internet szolgáltató. Bazd meg magadat, internet.